Ha lehetne, ebből élnék, de nem lehet. Tehát ebből nem lehet megélni, mert nincs benne pénz. Ilyen típusú közös, nagyon sok forrásból táplálkozó archív fotószájt szerintem ilyen csak mi vagyunk. Nem csak az történt, hogy néhány hozzám vagy hozzánk hasonló gyűjtő, fotógyűjtő megosztotta a kis gyűjteményét, hanem tényleg eljutott a családokig, és a családok maguk családi albumokkal kezdtek el jelentkezni nálunk. Ez úgy működik, hogy mi megcsináljuk, kiválogatjuk, beszkenneljük, föltesszük, és ő lemond a tulajdonról, mint olyanról. Ez a Portepán missziója is szerintem, hogy az, ami közös, hát végülis fotókincsünk, ha most csak a Portepánról beszélünk, az adódjék össze, és legyen belőle egy szabad bőrönd, amit bárki kinyithat, és kivehet belőle, meg betehet bele, és vagdoshatja, szeletelheti. Vannak olyan helyzetek, amikor valaki konkrétan a nagymamáját szeretné viszont látni a szájton. És akkor azok a legkellemetlenebb beszélgetések, hogy én miért nem tettem fel a nagymamát. Úgyhogy ezt rögtön az elején szoktuk mondani, hogy amin nem nagyon látni más, csak egy embert, azokkal úgy csinyán bánunk, vagy azokat meg szoktuk húzni, és ezt tudomásul is veszik. Az a szerencséje a Fortepának, hogy inkább egy pozitív történetet, nem kritikusan szemlélik az emberek, és nem olyan kérdéseket tesznek, hogy miért nincs fönt valami, hanem azt mondják, hogy de jó, hogy fönt van 5 vagy 10 vagy 20. És van mondjuk a gépemben egy olyan szerintem 100 000 fotó, ami nem került fel a honlapra, és néha elgondolkodom azon, hogy majd azzal mi lesz. Pár hónappal ezelőtt egy Mészáros Zoltán nevű biológus adott negatívokat nekünk, aki egy közel 80 éves úr, és kiderült, hogy éveken át, bocsánat, kaktuszokat fotózott, az 50-es években járunk, és azt kellett látnom, hogy az ő egyébként unalmasnak tűnő kaktuszfotói, olyan, mint hogyha Moholy nagy képeket nézegetné, ez a fantasztikus képek, és egy része föl is került a honlapra, és rögtön kaptam is e-maileket, hogy ezt hogy gondolja a kedves kollega, hogy tucatszám kaktuszokat kell nekünk mostantól nézegetni a Fortepánon. És ha valamiben ebben biztos voltam, hogy igen, ilyen kaktuszokat, azokat kellene nézegetni. Ha valami egy nagy és megdöbbentő élményem a Fortepán kapcsán, az, hogy nem ismerjük fel a saját rokonainkat. Emlékszünk az utcákra, meg a villamos húzalokra, meg a traktoralkatrészekre, de emberekre egyáltalán nem emlékezünk. Tehát tulajdonképpen azok, akik ezt a világot élték, és kiszínezték, és belakták, azokról tudunk a legkevesebbet. Azt a küldetést, ami egyébként egy valódi küldetés volt részünkről, vagy részemről, hogy kerüljenek be archív fotók olyan cikkekbe is, ahová egyébként nem szoktak bekerülni, hogy ezt szerintem teljesíti a Fortepán. Az, hogy a Fortepán az interneten ilyen jól szerepel, az nem azt jelenti, hogy nekünk olyan értékes az anyagunk, mert ezt kár lenne gondolni. Tehát a Nemzeti Múzeum történeti fényképtárában 1 000 000 felvétel van. Zárójeles megjegyzés, hogy ugye közpénzen működik, mégis pénzt kér a képekért. Tehát az, amiről mi most beszélünk, hogy nekünk van mondjuk 35 000 online fotónk, az semmi. A jövő szempontjából fontos lenne, hogy a külföldi sajtó is használja a mi anyagainkat. Tehát, hogy ez ilyen értelemben ne egy magyar gyűjtemény legyen, mert bármi magyar fotósok hagyatékaival foglalkozunk, de ezek a magyar fotósok, ezek jártak Pekingben is, meg jártak Párizsban is. Most úgy tűnik, hogy lesz egy ájovai Fortepán egyébként, ami egy egészen meglepő történet, az ájovai Állami Egyetem vizuális antropológia tanszéke jelentkezett nálunk, hogy ők ezt látták, ezt a szájtot, és Amerikából nézve is érdekes, és hogy ők megpróbálnának egy hasonlót fölépíteni Iowáról. Mivel, hogy már gimnáziumban is én fotókat nagyítottam, meg lomtanítottam, és azért az majdnem 30 éve volt, tehát szerintem még egy 30 évig biztos kitart ez a lelkesedés,
És az olvasók meg nagyon jó dolgokat hoznak ide be, tehát hogy olyanokat, amiket elhűlve nézek, és ez motivál persze, hogy legyen még sokáig folytatnám.